Mindig először megszagolom a könyvet, beszívom a képeket és a betűket. Aztán úgy érzem, én vagyok a mese, és a könyv az olvasó. Gyerekek szavolnak a nyírpozonyi könyvtárban. Hivatalosan is megnyitották az Országos Könyvtári Napok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei programsorozatát. A fiatal korosztály az egyik kiemelt célközönsége az idei rendezvényeknek, ezért is választották a nagy könyvtári beavatás szlogent, közölte Tomaszowski Anita könyvtári igazgató. Az olvasást és a könyvtár használatát szeretnék népszerűsíteni megyeszerte összesen 174 intézményben, amelyekben összesen 355 programot szerveznek. A fiatalokat egy kvízjátékkal is várják. Elsősorban inkább ilyen betélkedő jellegű programokkal tudjuk megszólítani. Ilyen több kezdeményezésünk is van a központi könyvtárunkban, a kvízparti könyvtári játékkvíz, illetve most indítjuk a Légy Sherlock Holmes játékos könyvtári vetélkedőt, aminek szintén az a lényege, hogy 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk, és játékosan a szabadulós játék mintájára megismerjék, megszeressék a könyvtárat, illetve annak használatát. Vasárnapig többek között író-olvasó találkozóra, kézműves foglalkozásokra és különböző előadásokra is várják majd az érdeklődőket. Ezentúl 8 megújult könyvtárat is átadnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A nyírpozonyi könyvtár is hamarosan költözik, közölte a település polgármestere. Egy infrastruktúra fejlesztésére beadott pályázaton támogatást nyertek a korszerűsítésre. Ebből a 3 millió forintból elsősorban a könyvtári bútorzat felújítására kerül sor, illetve veszünk belőle számítógépeket, laptopokat. Tehát az új helyet, amit ki akarunk alakítani, azt elsősorban egy szolgáltató térnek szeretnénk szenni. Itt ott elektronikus formában legyen benne a média, és mindenki használja egészséggel. Átkerül a könyvtárunk az iskolai épületéből, nyugodtan mondhatom a nyírpozonynak a legimpozánsabb épületébe, egy 18. században épült kúriába, ami emlékmű jellegű épület. A könyvtári napok idején október 3-ától 9-ig ingyenes beiratkozás és amnestia hét is várja az olvasókat.